Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Művészváros című magazinműsorunkat látják itt a TV Szentendrén. Lássuk, hogy ezen a héten milyen programok színesítették városunk életét. Dada ma, Dada holnap. Irodalom és művészettörténészek ültek össze április 23-án Szentendrén. Dada ma, Dada holnap. 2018. április 23-án hétfőn 15 órától várta a Magyar-Izraeli Baráti Társaság Kulturális Egyesület Szentendre Dunakanyar szervezésében és Izrael állam nagykövetségének támogatásával az érdeklődőket. A meghívottak irodalom és művészettörténészek és a Vajda Lajos stúdió tagjai. A Dada egy nagy tragédia után született. Én azt szeretném, ha nem kellene megvárnunk, hogy ilyen drasztikus, kemény tükröket tartsanak az emberek elé a művészek, fogalmazott Vajda János stábunknak. A Magyar-Izraeli Baráti Társaság Szentendre Dunakanyar szervezete vagy egyesülete azt a célt tűz neki maga elé, hogy kapcsolatot létesítsen a mai Izraellel. És ezt a kapcsolatot hosszú évben keresztül építgettük, még végül is létrejött egy kapcsolat Enyhód művészfaluval, amelyik kifejezetten művészcsere céljából jött létre. Enyhód Izraelben Hajfához közel 20 kilométerre fekszik, és majd fogtok hallani egy prezentációt, amelyiken bemutatják ezt a falut, annak az alapítóját, a törekvéseit, és hogyan kerül ez ma ide a Szentendrére. De amellett, hogy mi megtaláltuk ezt a művészfalut, és egymásra találtunk, és ma voltunk a Mangba, ahol az ide látogató művésznek, akik egy hónapra fognak jönni, ott helyet biztosítanak. Megnéztük ezt a helyszínt, és a körünkben lévő Margol Frischmann Gutmann örömmel látta, hogy megfelelő környezet vár arra, aki majd idejön tőlük. Én pedig jártam kint márciusban, múlt évben Enyhódban, és én is biztosítatom mindenkit, hogy megfelelő környezetbe fog kerülni az a művész, aki ott kint egy hónapot eltöltve új inspirációkat kaphat. Ez volna a művészcsere alapja. Ami a mai találkozó vagy beszélgetésnek az alapja, az az, hogy mi úgy gondoljuk, hogy van két nagyon hasonló pont a két művész tér, alkotó tér között, Szentendre és Enyhód között, ez pedig lenne a Dada. Ugye Enyhódban ennek van egy erős gyökérzete, Szentendrén pedig az úgynevezett Dada folytatók, ahogy ezt hallottam a szakemberektől, hiszen én az nem vagyok ebben a műfajban. És ezeknek a Dada folytatóknak, illetve az Enyhódi Dada gyökérzetnek van egyfajta mai látlelete, rá lehet ma is tekinteni, hogy vajon hogyan viszonyul a mai alkotókör az akkori ügyekhez, és van-e ma majd valami folytatása, vagy pedig ez egy zárvány, vagy pedig vélemény arról, hogy miért nincs folytatása, és egyáltalán ez volna a mai kérdés. Ez a rendezvény azért jött létre, ugye Dada ma, Dada holnap ez a címe, mert két irányból is közelíthetném. Az egyik az, hogy Szentendre a művészváros, Szentendre a képzőművészetek fővárosa, és egyéb ilyen szlogeneket ismerünk. Mi azt gondoljuk, hogy értelme volna ezt egy picit specializálni. És azt gondoljuk, hogy ennek a Dada gyökérzet lehet az egyik alapja. Most egy érdekes összejáték van, egy érdekes összekapcsolódás. Szentendre és Enyhód, ez egy izraeli művészfalu. Szentendre és Enyhód között létrejött, tavaly voltunk itt és hoztuk létre egy művészcsere program. Ami azt jelenti, hogy onnan érkezik ide egy művész egy hónapra, innen megy oda ki egy művész egy hónapra, ebben az évben fog ez elindulni. De az a specialitás ennek az Enyhódnak, hogy ezt egy Marcel Jancó nevezetű művész alakította meg 1950-es években. Szóval Marcel Jancó nagyon jelentős szerepet játszott a Dada mozgalomban az 1910-es években. A Dada mozgalomra annyit lehet tudni, hogy azért jött létre a képzőművészek körében, sőt nem csak képzőművészek, összművészet, tehát zene, színház, fotó, sok művész összeállásából. Azért jött létre, mert az első világháború utáni sok
az a tragédia, ami ott történt, az úgy érezték, hogy a művészetet ki kell, a művészet kibillent a helyéről. A művészettel meg kell döbbenteni, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy egy abszurdum, ami történt az első világháború után. Ez volt a Dada alapvetően, mondta Vajda János. A hétfőn tartott szentendrei rendezvény megpróbál összekapcsolni két időszakot és két területet. 2016-ban volt a 100 éves évfordulója, és a Csövön is ez jött mindenhonnan. De most 2018 van, miért foglalkozunk mégis a Dadával, Szentendrén? Nos, hát azért, amiért visszakanyarodok az előzményekre, mert hogy Szentendrének van egy Dada gyökérzete, és Enyhódnak is van egy Dada gyökérzete. Enyhódban ugye az alapító révén, aki ott most múzeumot kapott, és 1980-as években meghalt, de azóta ott több művész is van abban a faluban, ezért hívják művészfalunak, és kíváncsiak vagyunk, hogy ezek vajon folytatják-e, vagy van-e valami közük ahhoz az alapító dadaista irányzatához, vagy semmi nincs. Szentendrén pedig ugye voltak Dada folytatók, ma már tudom a szakemberektől, hogy ezt így hívják, Dada folytatók, az 1970-es években a ma is köztünk élő Evzámbó, Felugosi és társaik, akik Szentendrén ugyanolyan eszközökkel éltek a 70-es években, mint ahogy a 10-es években a dadaisták. Itt is volt edvinista kiáltvány, aminek semmi értelme nem volt, és ezt a rendőrök sem tudták, de gyanús volt nekik, mert nem értettek egy szót se belőle, de Evzámbó elmesélése szerint nincs is semmi értelme, az az értelme, hogy nincs értelme. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek ma. Sok éve élek Einhódban a férjemmel, aki szintén művész. Az életemben mindig jelen volt a kultúra és a művészet, és maga az alkotási folyamat. Mindez mellett az is, hogy gazdasági, pénzügyi eszközöket szerezdek arra, hogy lehetne a művészetet, a kultúrát még közelebbről bemutatni. A faluban az én feladatom az, hogy különböző művészcseréket, programokat felügyeljek és szervezzek. Számos európai országgal és az Egyesült Államokkal is kapcsolatban vagyok. Vajda János engem keresett fel, amikor a csere lehetősége felmerült. Az egyik Einhód és Marcel Jancó, múltja és jelene, másik Szentendre Evzámbóék múltja és a mai művészek jelene. A programon több művész és művészeti ág is közreműködik. Irodalomtörténészek, művészettörténészek lesznek, és természetesen alkotó művészek reményeim szerint. Ebben a programban a Vajda Lajos Stúdió adja a fő gerincet. A Vajda Lajos Stúdió művészei, alkotói azok, akik mindnyáján meghívást kaptak, és majd meglátjuk, hogy kiknek van idejük, kik tudták úgy sorolni a dolgaikat, és kik azok, akik érdeklődnek, hogy eljönnek. Másik kör a művészettörténészek, akik közül itt a Szentendrei Művészet történészek jó néhánya jelezte, hogy érdeklődik, és talán jelen is lesz. És irodalomtörténészek, mert ugye mondtam, a Dada az nem csak a képzőművészet eszközeivel bírt, hanem az irodalommal, a fotóval, a videó, akkor nem videó, ma már videó is, sok minden művészeti ággal, zene, és e tekintetben tehát az irodalomtörténészek nagyon sokat tudnak erről. 2017-ben megjelent egy irodalomtörténeti kiadvány, amelyik csak a Dadával foglalkozott. Ezeknek a szerzőiből hívtam meg 2-3-at. A rendezvény középpontjában az einhódi Dada gyökerek és a szentendrei Dada folytatók voltak. Most Izrael 70 éves fennállását ünnepli, és még egy pillanat, megint egy lehetőség arra, hogy rátekintsük ennek az országnak a karrierjére. Érdekes eszmecsere lesz arról, hogy átgondoljuk, hogy most mi közünk van nekünk ehhez, és azért egy valamit szeretnék elmondani. Nekem személy szerint van egy fixa ideám erről. A Dada ugyanis egy nagy tragédia után keletkezett. És én azt szeretném, hogyha nem kellene megvárnunk nagy tragédiákat ahhoz, hogy ilyen drasztikus, kemény tükröket tartsanak az emberek elé a művészek. Ma a természet, éppen az előbb egy barátommal beszélgettem itt erre járva, és kérdezte, hogy na ez a meleg, és mi van északon? Olvadnak a jég hegyek, és megint természeti katasztrófa közeledhet a világra? És bizony, ha valaki figyelmesen nézi a világba, akkor látja, hogy a felmelegedés és az egyéb ilyen szimptomák azt mutatják, hogy nem könnyebbedik a helyzet, tehát nekünk ezeket tudnunk kell. És a Dada, mint egy eszköz, mint egy gondolkodásmód, erre felhívhatja a figyelmet. Dada ma, Dada holnap Szentendrén, április 23-án, ahol a főszerepet a művészet kapta.
A szentendrei énekes Koller Klemenc László tartott önálló estet Budakalászon. A természet közelsége, a művészben végbe menő érzelmi-lelki folyamatok azok, amiknek köszönhetően megszületnek Koller Klemenc László dalai. Több együttes tagjaként is ismerhetjük a zenészt, énekest, aki jelenleg szentendrei természetközeli otthonában alkot, és elmondása szerint nem szívesen megy be a fővárosba. A szentendrei énekes múlt héten Budakalászon tartott önálló estet, amikor a Kóskároly Művelődési Ház hangfonó előadásának vendége volt. A zenész a koncerten betekintést engedett saját életébe és a dalok születésének hátterébe is. Ezt a dalt, ezt még 2008-ban írtam, és igazán én 2002 óta lakom itt a környéken. 2002-ben költöztünk ki Budapestről Szentendrére, és hát kellett egy pár év, tehát én nagyon vártam, hogy elhagyhassam a várost, és kellett egy pár év azért, mire úgy tényleg visszatudtam valahogy húzódni abba az állapotba, vagy valami hasonlóba, ami nekem nagyon fontos volt a gyerekkoromban, a nagyszüleimnél. Szüleim első generációs Budapestre költözöttek, és akikre azért jellemző volt, hogy igazán csak dolgozni voltak fönt Pesten, és minden szabadidejüket, minden hétvégéjüket a vidéken töltötték, és visszamentek, és így nekem minden szabadidőm, minden, ami a gyerekkoromból lényeges volt, meg jó volt, az vidéken volt, a nagyszüleimnél, és aztán én ezt újra is akartam élni, és itt Szentendrén el tudtam kezdeni a 2000-es évek elején ezt újraépíteni, tehát olyan szinten, hogy vettem ilyen falfestő hengert, és szóval olyanra festettem, tehát mindenki teljesen hülyének nézett a családból, meg úgy a környéken, de hogy gondolta az édesanyám, hogy majd el fog ez múlni, és de hogy így szedtem össze ezeket a dolgokat, és ennek az időszaknak, aztán ennek az időszaknak dalai is lettek. Most már egy picit másikra lépett ez a viszonyom így a vidékkel, mint gyakorlatilag félig vidéki, félig városi. Jelen pillanatban csak azért, mert kérte a Barnabás, hogy meséljek erről is, és hát igen, ez van, hát ha kérik, akkor mesélek. Szóval, hogy én aztán ez igazán Szentendre, ez első lépés volt, hogy tehát én nem szerettem volna ezt a közvetlen Budapest melletti életet csak egyszerűen ilyen alvó életre használni, tehát az, hogy én Budapesten dolgozom, és akkor kijárok aludni Szentendrére, mert ott csönd van, vagy jó levegő. Tehát, hogy úgy egy picit úgy éreztem, hogy ez valahogy ez nem működik meg, hát és vártam azt, hogy úgy tudjam kialakítani az életemet, hogy minél többet tudjak tölteni a Szentendrén, és minél inkább egy ilyen lokális san tudjak mindent megcsinálni, és minél kevesebbet kelljen aztán a városba fölmennem. Csak van.
Köszönöm szépen. Önálló este mutatta be régi és új dalait a Szentendrén élő énekes Koller Klemenc László. A hangfonó rendezvény sorozat minden alkalommal egy különleges előadó művészetébe enged betekintést a budakalászi közönségnek. Koller Klemenc László életmódváltásról, a természethez, a múlthoz kötődő élményeiről is beszélt a dalok között a közönségnek. Én szerettem volna egy olyan életet kialakítani, amiben egy kicsit a nagyszüleim hagyományát követem, és egy bizonyos szintig önellátóak tudunk lenni. Tehát mi nevelünk állatokat, tehát nekem ez a földközelség, és az, hogy így tudjam, nem is azért, mert hogy tudjam, hogy mit eszek, szóval ez egy dolog, mert az ember, tehát persze tök szép egy egészséges csirke ott a tyúkolba, és tudom, hogy én adom neki a kukoricát, és jó ételt eszik, de akkor sem tudom azt ránézésre, hogy ennek most jó molekulái vannak, vagy jó sejtjei, és a boltban lévőnek meg rossz sejtjei vannak. Szóval, hogy ez így közvetlen az ember, ez nagyon tudatosan kell erre gondolni, hogy eleve sajnos az a baj, hogy erre gondolni kell, de hogy tehát ilyen szempontból nem, inkább az, hogy tehát nem annyi, tehát jó, tehát egészségügyi szempontból is érdekes volt ez, de talán ennél sokkal fontosabb volt az, hogy az életvezetésem, tehát az állatok adnak egy ilyen rendszert az ember mindennapjainak, és az abban a rendszerben egy nagyon-nagyon jól végig lehet élni az életet, hogy így mondjam. Szóval, hogy nem véletlen az, amikor egy idős bácsi már alig bírja ellátni a lovait, meg gyakorlatilag nem csinál velük semmit, de az, hogy vannak a lovak, és van ő, és hogy van ez a viszony, és van ennek egy rendszere, hogy mit kell minden nap csinálnia, az őt életben tartja, és az egész életét ez végig kísérte, ez a rendszeresség, és ez a... Szóval tényleg ez egy nagyon-nagyon jó ritmust, élhető ritmust ad a nekem, és ez nekem talán azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Csak annyit erről a novelláról, hogy akkor felkértek egy ilyen irodalmi esten, hogy vannak ilyen koncepciók, és akkor az volt a koncepció, hogy adtak egy kortárs táncos nőt, hogy akit én nem ismertem, hogy valamit írjak, amiben ő szerepel. Áginak hívják a kortárs táncosnőt, én még Ágit nem láttam soha, nem is ismertem. De viszont azon a héten voltam éppen disznóvágáson, arról akartam írni, és akkor így belekevertem egy kicsit az Ágit is ebbe a helyzetbe. Toszka felhívta Ágit, és megbeszélte vele a hétfő reggeli 5 órás indulást. Benne volt, bár mondta, hogy előtte 24 órázni fog, és lehet, hogy épp hajnalban ér haza. Ez lesz az év utolsó munkanapja, de ráküld egy SMS-t, ha baj van. Toszka örült, gondolta, megkérdezi tőle, nincs-e kedve megvenni a fél disznót, mert tolakodásnak tűnt még, soha nem találkoztak. Erre a nő visszahívta, hogy lehet-e ott hurkát meg kolbászt kapni. Ő kizárólag csak húst eszik. Kiméli magát a zöldségektől, még a kenyeret és a sült krumplit is kerüli. Tojást és tejterméket is csak ritkán, valahogy nem elég véres. Hajnal 3:45-kor hívta, hogy taxiban van, várja meg. Toszka 5-kor kint volt a kocsinál, a nő nem nézett rá, kerülte a tekintetét, inkább a kutyákkal foglalkozott, mint a szégyelt volna valamit. Tántorogva hozzájuk bújt, megsimogatta, kutyimúgy, sziasztok, arany vagy, puszilgatta őket, közben többször vakkantott. Sötét volt, Toszka nem látta jól, de kb. Akkora, mint egy nő. A feleségénél kisebb, talán vastagabb. Fejére kapucnit hajtott, így abból nem látszott semmi. Bármi lehetett a kabát alatt. Beszélni kezdett, de nem hozzá, inkább a brumogó kocsi tompított fényszóróihoz. A munkának 2-kor lett vége, de a stábban még ünnepeltünk. Toszka ásítva kitolatott egy tök részeg ismeretlen nővel a sötét decemberi hajnalban. Indultak Új-Lengyelbe, egy olyan helyre, ahol eleve sokat fogják itatni őket, ahol mindenki arra hajt, hogy akit ő Pestről levisz, az másnap ne emlékezzen semmire. Ma is az idei áldozatra várnak. A Toszka rokona, sógora mindegy, csak igyon, vagy az is mindegy, mert fog. A sógorát tavaly berúgatták, majd a kezében nyomtak egy tésztaszűrőt, és kiküldték az üsthöz, hogy hozzon benne abalét. A szerencsétlen 1/4 órát próbálkozott, de mire a konyhába ért, mindig üres volt a szűrő. Aztán gyorsított a tempó, hogy ne legyen a lének ideje kifolyni, erre bebaszta a fejét az alacsony ajtófélfába,
Megrogyott, elvágódott a jégen. Az a kevés forró lé, amit vitt, ráömlött és leégett a karja. Hideg télen égett sógor hever a jégen. Aztán befektették a kocsiba. 2 éve meg a karcsi jött le a fiával, Gézával, itatták őket is egy darabig a véres hóban a malac körül, elegük lett, hogy kancsonként kell a bort felhozni, inkább levonultak a pincébe. Helyiek bírják. Nem alkalmívok, de Toszkának meg a vendégeinek nincs is nagyon olyan hely, ahol ők helyiek lennének, ezért minden alkalomszerű. Géza a pincéből feljövet, magában beszélt olyasmiket, hogy pocok, pockot, pockol, meg pöcök, pöcköt, pöcköl, és ezt nem hagyta abba. Karcsi először kiakadt, de mire elfogyott a kancsó pincebor a hóban, egymásba kapaszkodva pacák, pacák, packáltak, meg pecek, pecket, peckeltek. Karcsi többször elmondta a disznóvágóknak, hogy nagyon jó részegnek lenni. A pesti vendégek, akik már jártak lent, a következő évben általában nem jönnek a téli zsírfürdőre. Nem emlékeznek, mennyire jó volt. Térről térre új gazdát kellett keresni a disznó másik felére. Bent ültek a kocsiban, mindenhol sötét, autópálya jobbra-balra, híd felüljáró, aztán egyszer csak ott álltak egy falusi udvarban. Pálinkát döntöttek magukba, a bőlér bement a disznóhoz, az olban fogja leszúrni, most egyedül van az állat, ha itt lenne a többi, ezt nem lehetne megcsinálni. Az átkozott visítástól nem ennének napokig. A disznó többször neki ment, meg akarta harapni, majd az udvar felé tört, mire a bőlér megkérte Ágit, tartsa az ajtót, nehogy kirohanjon, mert akkor hajkurázhatják reggelig. Ági beállt az ajtóba, közel a disznóhoz, épp olyan sűrűn vette a levegőt, mint az állat. Jól van, cucikám, jól van, súgta a disznó füle felé, amely ekkor Ági disznóolba lógó hajába kapott. Ági felsikított olyan hangon, amit bár nincs benne a mérhető tartományban, mégis minden élőlény hal. Aztán hátraugrott. Egy pillanatra ledermedtek. A disznó a böllér mellett, Toszka a gazda mellett, hétfő, megáll az idő új lengyelben. Az ajtó szabadon maradt, cucika tudta, itt a vég, szaladni kell. A malac szőrös akkora, mint egy kutya, csak dagadtabb, mondta fejhangon Ág, és rácsukta az ajtót. A böllér megkönnyebbülve beakasztotta a pofájába a hurkot, amíg a többiek az órába kapaszkodtak, ő a farkát húzta Pestnek, nehogy előre szaladjon. Ági keményen tartotta az ajtót, még egy csivítás, mire a nyakához lépett a bőrér, és egy meccéssel elvágta az állattorkát. A sikításból hörgés lett, a vér a ganéba spriccelt. Pár percig bírta állva, aztán utoljára még át akarta ugrani az ólat, fel is tette a lábait átvágott torokkal az ajtóra, majd visszarogyott, s kimolt. Kihúzták az udvarra, a kis tó mellé. Aranyhalak úszkáltak benne, közepén törpe szökőkút. Nálunk is van ilyen, mondta Böllér, csak nagyobb, mert a feleségem a halászati ZRT-ben halbiológus. 7-8 kilós kínai pontyok úsznak a kertben. Ági a budit kereste. Ott van hátul, de bárhova pisilhet, mutatott a kert felé a gazda. A Böllér szerint nyugodtan pisiljen a tóba, otthon ő is oda szokott. Ági eltűnt a sötétben, megvárták újabb áldomás pálinka nagy ijegységre, aztán betették a disznót a kocsiba, belemosták a vértől kipirosodott kezüket a tóba. A böllér elsietett előadást tartani, ha fel kell a nap, a közelben cipész konferencia lesz, ő meg elismert cipész. Toszka bekapcsolta az autó lámpáit, boldog karácsonyt, Ági előkerült, nem köszönt senkinek, csak beszállt. Toszka mondta neki, hogy üljön a disznóra, mert a széket előre kellett hajtania. Zokszó nélkül megtette, és indultak. Megkérdezte, hogy hova megyünk? A szomszéd faluba, Hartyánba, a henteshez. Ági hátba csapta barátilag, örült a disznónak a feneke alatt, Toszkának, aki vezetett, meg magának, hogy itt van. Utaztak a sötétben két falu között. A disznó lehellett szagú meleget árasztott a kocsi légterébe. Ági nevetgélt, ahogy a kanyarokban egyensúlyozott az imbolygó malac hátán. A tükörben a kapucni alól kivillant az orra, mint a piercinget csillantottak volna meg benne a falu fényei. Toszka betolatott a hentes udvarába, Ágit bemutatta úgy, hogy Ági. Ági köszönt, majd megtámaszkodott a kerítésbe. Disznó teste végigcsúszott a havon, a gázpalac csapja kitekeredett, a pörkölő az öngyújtótól lángot kapott. Ági a szomszéd udvarán felkelő napot nézte.
Elővett a telefonját, és képeket készített a betonon perzselődő disznóról a napos háttér előtt. Nevetett, mert sehogy nem talált el a gombokat, és nem tudott annyi ideig egy helyben állni, hogy az elég legyen egy mozdulatlan fotóra. Pedig minden állt. A Hentes Pista bácsi, a gázpalack, meg Toszka is. Kocintottak. Ági elkérte a lángszorot perzselni, Hentes Pista bácsi hagyta, de nem sokáig nehogy elrontsa a bőrt. Aztán mert cigit kívánt, boltba mentek, mire visszaértek, már hárman dolgoztak, egy férfi meg egy nő jött át a szomszédból. Hentes Pista bácsi a fejjel bajlódott, nehezen jött ki belőle a disznó szeme. A mutatójával mélyen belenyúlt a szemgödörbe és kikapta. Ittak. Ági lerogyott a kerti lépcsőre, a szemei ide-oda rohangáltak, mintha az, amit nézne, össze-vissza rohangálna. Toszka kérte, hogy feküdjön be a kocsiba, de nem reagált. Aztán nem látta sokáig, félt elalszik a hideg budin, vagy beszorul a tápok közé. Fél óra múlva Ági megjelent. Arca, keze, tiszta táp, a malacokkal beszélgetett, etette őket. Nem tudta, hogy ezek ilyen kedvesek, ő ma látott először élő disznót. A kolbászba meg a hurkába valót darálták. Ági megkóstolta, de nem ízlett neki. Nem ilyenre gondolt, vagy nyers disznóhúst még nem evett. Toszka inkább nem hívta be többet. Kezdett fáradni. Egy idő után csak az asszonnyal akart beszélgetni, kint a melegüst mellett. Került a férfiak társaságát. Azok is zavarba voltak, ennyire részeg vendégük még nem volt soha. Hentes Pista bácsi a fiatal koráról kezdett mesélni. A szomszéd Misi meg előszette disznó vicceit, hogy mi a különbség a pina és a fasz között, meg hasonlókat, de Toszka később már nem emlékezett, mi volt a különbség. Illatos gyömbért reszelt a kolbászhúsba, még kiment, hogy megmutassa a szagát Áginak, aki nem tudta, hogy miért dugdossa az orra alá az ujjait. Eltolta a kezét és bámult a zsírba tovább. Elkészült minden, Toszka kintről még hallotta, hogy Ági elégedetlenkedik a töpörtyük színével is. Aztán mindent bepakoltak a kocsiba, és elbúcsúztak. Ági hosszan és némán ölelte őket. Még integetett a kocsiból, majd kérdezte, hogy kik voltak ezek az emberek, és miért abban a kis házban vannak, amikor ott áll mellette az a nagy is? Aludj másfél órát, akkor érünk haza, kérte Toszka. Nem beszéltek mást, korán keltek, nem volt mit mondani, Ági azonnal elaludt, a kapucin lecsúszott a vállára, szép lány, mindenki szép. Köszönöm szépen! Mielőtt elköszönnék, egy kis programajánló. Április 30-ától május 1-jéig a Szentendrei Skanzenben a vattacukrok, a vursli és a családi kikapcsolódásé a főszerep. Aki teheti, látogasson el oda. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök az eheti Művészváros című magazinműsorunkat látták. Ha tehetik, tartsanak velünk jövő héten is. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!